Tisztelt képviselőtársaim, sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai soros ülésen. Köszöntöm a megjelent intézményvezetőket, és azokat is, akik a tévé képernyőjét kísérik figyelembe a mai testületülésen történteket. Megállapítom, hogy mindannyian jelen vagyunk, tehát határozó képes a testület. Napirend a meghívóban kiment, kérdezem képviselőtársaimat, hogy amennyiben a napirend elfogadható, azt kérem kézfelemeléssel jelezzék most. Köszönöm. Egyhangú ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Napirendi előtti beszámolt egy kicsit a rendkívüli eseménnyel kezdenénk, ugyanis hát nem olyan régen ért véget a labdarúgó idény, szezon, és ezen a fiataljaink elég sikeresen szerepeltek, hiszen a ifjúsági csapat a megyei három bajnokságot csoportjában megnyerte, a felnőtt csapat pedig az előkelő második helyezést érte el, úgyhogy Kertész István elnök úrnak és mindenkinek, aki ténykeret a csapat környékén, illetve a játékosoknak sok szeretettel gratulálunk, és elnök úr elhozta az érmeket. Nyilván ebben az időpontban nagyon sokan dolgoznak, illetve másfelé tartózkodnak, de a csapat képviselő azért eljöttek, úgyhogy nekik itt személyesen is gratulálunk és átadjuk az érmeket. Jegyzőasszonyt pedig szeretném megkérni, hogy hangozzanak el a nevek, kezdjük akkor a felnőtt csapattal, és akkor akinek a vonalon megállunk egy pillanat, azoknak átadjuk. Hát a felnőtt csapat tagjai, Csáti Norbert, Zsova József. És itt is van, hogy gratulálnak is. Búzás Tibor, Urbancsik Zsolt, Lipták Tibor, Debrődi Viktor. Balog László, Hídvégi Ádám, Kertész Norbert, Kertész Gábor, Bukszár Máté, Dobos Gergő, Barcsai Balázs, Kovács Ádám, Farkas Ádám, Juhász Péter, Pankucsi Ádám, Makó László és Lakatos Krisztián voltak a felnőtt csapat tagjai. Lantos, elnézést kérek, valóban az van ideírva, Lantos Krisztián. Az ifi csapat tagjai Liptai Zsolt, Kollai István, Pankucsi Tamás, Új Zoltán, Strucker Norbert, Hajdú József, Dobos Dávid, Farkas Rihárd, Bodnár József, Galamb Róbert, Lakatos Tibor, Barcsa Imre, Magyar Kristóf, Búzás Tibor, Bukszár Máté, Dobos Gergő és Juhász Péter. Gratulálunk mindannyiótoknak, és elnök urat megkérem, hogy a ifjúsági csapat első helyezés, illetve a felnőtt csapat második helyezéséről szóló oklevelet, az pedig ő vegye át, és gratulálunk neki is. Reméljük, ez az év is ilyen sikeresen, a következő idény is ilyen sikeresen fog eltenni, és reméljük, hogy legközelebb is ilyen körülmények között tudunk találkozni. Gratulálom nektek is, eredményes felkészülés, sok sikert a következő évadra. Nem tartóztatunk fel benneteket tovább. Köszönjük szépen, még folytatnám a napirend előtti
közleményeket, amint arról emlékeznek, tudják képviselőtársaim. Mai napig nincs a polgármester, nem sikerült választanunk, ezért a kormányhivatal többször felszólított bennünket, miután ez is eredménytelenül lett, ezért törvényszéken került az ügy. Nem olyan rég volt a törvényszéken a tárgyalás, amelynek röviden az eredménye az lett, hogy a kormányhivatal kereseti kérelmét a törvényszék elutasította, mondván, hogy a törvény szövege az nem utal arra, hogy kötelező a polgármestert választani. Tehát jelen pillanatban az a helyzet, hogy a kormányhivatal felülvizsgálati kérelmmel fordul-e a kúriához, az kiderül, még ilyen lehetősége van, de hát ez nyilván a kormányhivatalra tartozik. Még egy dolgot szeretnék napirend előtt elmondani. Az elmúlt testületülésen a falunapi rendezvény szóba került, és ott ugye elmondtam, hogy túl sok pénzünk nincs erre a rendezvényre. Azóta ugye a kultúrás bizottságot már tájékoztattam erről, hogy van egy olyan örvendetes hír, hogy 175 ezer forintot sikerült kerítenem kultúrás célokra. Tehát erről már a bizottság értesült, és nyilván ennek megfelelően ezt is majd figyelembe veszi a tervezésnél, a rendezvény tervezésénél. Én napirend előtt ennyit szerettem volna elmondani, és akkor az első napirendi ponttal kezdenénk is. Ez pedig a Hernán Németi Alapszolgáltatási Központ intézményvezető választása. A tavalyi évben járt le Fésűsné Brossanda intézményvezető asszonynak a vezetői megbízatása. A tavalyi évben a képviselőtestület többség úgy döntött, hogy egy évre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, így ebben az évben ismét kiírásra került sor ezzel kapcsolatosan, és jegyzőasszonynak szeretném átadni a szót, hiszen a pályázat, ahogy az a képviselőtestület annak idején döntött, határozott kiírásra került, beérkeztek a pályázatok, vagy pályázat, ezt majd részletesen a jegyzőasszony elmondja, illetve hogy a bizottság is működött ezzel kapcsolatosan, és annak a tevékenység is be fog számolni, hogy át is adnám a szót ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen! A pályázati kiírás a régi KSK, jelenleg NKI honlapján, ami a törvény szövege szerint kötelező megjelent, illetve a szociális ágazatra vonatkozó külön jogszabály szerint a szociális közönyben is közzétételre került a pályázati hirdetés, illetve egy környékünkön olvasható napilapban is. Erre a pályázati kiírásra kettő darab pályázat érkezett. Az egyiket személyes átadás útján hozta be a pályázó a június 30-ai határidő előtt, illetve egy pályázat postai úton érkezett, amely postai bélyegzője szerint időben került feladásra. A két pályázat elbírálására, illetve szakmai szempontok szerinti véleményezésére az előző évhez hasonlóan egy szakmai bíráló bizottság került létrehozásra, amelynek az volt a dolga, hogy kifejezetten a szociális ágazatra vonatkozó szabályok szerint véleményezze, illetve javaslatot tegyen a képviselőtestületnek a döntéséhez ahhoz, hogy ezek a pályázatok a döntésre alkalmasak vagy sem. A pályázatok felbontására érkezési sorrendben került sor, illetve a pályázati kiírásban foglaltak szerint először arra került sor, hogy ellenőriztük, hogy a kiírásban szereplő valamennyi melléklet, illetve amit a jogszabály tartalmaz, azok a kötelező mellékletek csatolva lettek-e. Ez alapján megállapításra került, hogy az első pályázat az a kiírás szerinti valamennyi mellékletet tartalmazza, kötelező ilyenkor a szakmai életrajz, a magyar állampolgárság, nem részletezem az összes feltételt, ami általában a közalkalmazottakra vonatkozik, illetve, ami ettől több és nagyon lényeges, hogy szakmai programot, illetve az intézmény vezetésére vonatkozó fejlesztési programot kell hozzá kitűzni. Tehát az első pályázó mindent csatolt hozzá. A második pályázat már a felbontása körül problémák voltak, mivel a borítékra, amely minden pályázatnak érvényességi feltétele, fel kell tüntetni a megpályázott munkakört.
Ez nem került feltüntetésre, így már rögtön alapi szempontok szerint az érvénytelenség kérdése merült föl, de a bizottság tagjainak kérésére felbontottuk, hogy megnézzük egyáltalán, mit tartalmaz ez a boríték. Ezt követően megállapításra került, hogy a becsatolt anyag is rendkívül hiányos, olyan alapvető dolgokat nem sikerült belőle megállapítani, mint az intézmény vezetői álláshelyhez kötelező vezetői gyakorlattal rendelkezik-e a pályázó vagy sem. Ezért egyértelműen az érvénytelensége mellett kellett állást foglalni. Ezt követően ennek az előkészítő bizottságnak az a feladata, hogy az érvényessé nyilvánított pályázatot készítő pályázót személyesen is meghallgassa, és kialakítsa a szakmai véleményét, amelyre a mai napon került sor. Az érvényes pályázat szövegét valamennyi bizottsági tag megkapta, azt szakmai szempontok szerint értékelhette, amelyet van, aki írásban eljuttatott, illetve van, aki a bizottsággyűlésen mondta el a benyújtott anyagról a véleményét. Az előterjesztés időpontjában még az alaki szempont szerinti bírálatra került sor, azt tartalmazza a képviselőtestület tagjainak kiküldött előterjesztés, amelyben le volt írva, hogy mely hiányosságai voltak az érvénytelenné nyilvánított pályázatnak. Mivel a meghallgatás nem történt meg a képviselőtestületi anyag kiküldéséig, ezért most ismertetném a benyújtott anyag tartalmára vonatkozó szakmai álláspontokat. A teljes véleményezés nálam megtekinthető, az anyag részét fogja képezni, mivel terjedelmes, 10 oldalt meghaladó anyag, ezért úgy gondolom, hogy kiemelek belőle kifejezetten szakmai kérdéseket. A szakmai szervezet, melynek delegáltja kötelező tagja a bizottságnak, egy 6 oldalas szakmai véleményt adott át a pályázatról. Az összegzése a következőképpen hangzik. A pályázó megpályázott feladat és az ellátandó szakterület tekintetében nagy rálátással rendelkezik. A pályázatban bemutatott szakmai tevékenység bizonyítja, hogy kiemelkedő szerepe van az általa 10 éven keresztül irányított alapszolgáltatási központ szolgáltatási profiljának bővítésében. Erőteljes hangsúly mutatkozik a tervek között a pályázati programok megvalósítása, szolgáltatások bővítése tekintetében. A pályázó vállalja, hogy a jelenlegi viszonyok között a menedzsment típusú vezetői szerep vállalható számára, hiszen ezzel tudja fejleszteni az ellátásokat a településen élő lakosság szükségleteinek megfelelően. A pályázatban egyértelműen megfogalmazásra kerülnek a célok és feladatok, melyek a szakterület jogszabályi hátterével összhangban vannak, a pályázati program mind formai, mind tartalmi szempontból megfelelő. A hosszú szakvéleményen keretében pontról pontra feldolgozza a bizottság tagja a beérkezett pályázatot, a formai szempontoktól kezdve a szakmai fejlesztési program egyes elemein keresztül, a szervezet felépítésétől kezdve, a önként, illetve kötelező feladatok ellátásán keresztül, illetve a bizottsági tag véleménye alapján tudom tolmácsolni, hogy elhangzott ezen az ülésen, hogy ez az intézmény ezzel a szemlélettel az elmúlt 10 évben a megyében szinte egyedülálló alap, illetve önként vállalt szolgáltatásokat tud biztosítani a falu lakosai számára. Szintén szociális területen dolgozó bizottsági tagunk véleménye alapján a következőképpen értékelte a benyújtott anyagot. Az formailag külső és belső megjelenését tekintve tartalmazza mindazon kritériumokat, amiket jogszabályilag és egyéb szempontokat figyelembe véve a pályáztatás során elvártnak számított. A vezetői pályázat szakmai részét tekintve egységesen tagolt, jól áttekinthető, érthető, egymásra épülő szakaszokból áll. Az anyagból kiderül, hogy a pályázó rendelkezik mindazon képességekkel, vezetői gyakorlattal, szakmai tudással, amely alkalmassá teszi az alapszolgáltatási központ vezetésére.
Az intézmény az elmúlt 10 évben óriási fejlődésen ment keresztül. A magasabb vezetői munkakör betöltésére beadott pályázat formai és szakmai szempontokat figyelembe véve megfelel, javasolja 5 évre a magasabb vezetői megbízás meghosszabbítását. A harmadik írásban leadott vélemény a bizottság részéről. Az érvényes pályázat tartalmazza azon elemeket, melyek az intézmény működését fenntartja, a fejlődését megalapozza és a folyamatosan változó jogszabályoknak való megfelelést biztosítja. A pályázó 2001-től végez a szociális szakterületen munkát nagy szakmai hozzáértéssel, melyet folyamatos önképzéssel tart fenn, mindezt párosítja lelkesedéssel, többek között ezt tette alkalmassá arra, hogy az intézmény irányítását végezze. Addig, amíg név szerint elmondtam, talán kiderül, hogy egy számunkra ismeretlen pályázó nyújtott be anyagot, aki nem érdeklődött a hivatalnál, nem élt azzal a lehetőségével, hogy kötelesek vagyunk a pályázata megírásához minden szükséges adatot a rendelkezésére bocsátani, illetve a jelenlegi megbízott intézményvezetőnk Fésűsné adott be érvényesnek elfogadott pályázatot. A bizottság a személyes meghallgatást követően magát a pályázati anyagot érvényessé, illetve a képviselőtestület által tárgyalásra alkalmasnak ítélte, ezért az előterjesztés szerint az érvényes pályázat megtárgyalásra alkalmas. Köszönöm szépen az előkészítésről annyit. Köszönöm edzőasszonynak a tájékoztatását. Kérdezem képviselőtársaimat, ezzel kapcsolatosan kérdésük, észrevételük van-e? Amennyiben nincs, akkor igen, Lipás János képviselőtársam. Rövid kérdés lenne. Amellett, hogy én támogatom a pályázók, mint ahogy az előző évben ismert településünk lakója az eddigi 11 évét is azért elég odaadással végezte el. Ugye látszik, hogy mi lett ebből az intézményből, elég magas színvonalon dolgozik, tevékenykedik, elég sokrétű a tevékenysége. Itt a motivációs levélben van egy ilyen új szociális gazdaság című idézőjel bezárva dolog, hogy ezt hogy képzeli ennek a megvalósítását. Csak röviden nem... Itt a országos társadalmi stratégia elsősorban a foglalkoztatásnak az elősegítése, és ennek számében a szociális munkának is ezt az irányt kell kitűzni, és mint szociális munkás és az intézményben dolgozó munkavállalók szellemisége alapján a foglalkoztatás célunk alapvető célunk, hogy a foglalkoztatást kell elősegíteni, és ez jelent a szociális gazdaság. A hátrányos helyzetű, illetve nem hátrányos helyzetű egyének számára a foglalkoztatáshoz jutást kell elősegíteni munkánkkal, a társadalmi integrációt, a hátrányok kompenzálását, az esélyegyenlőség előmozdítását. Köszönöm. Itt az Zoltán képviselőtársam. Kérdezném a intézményvezető asszonytól, hogy a bizottság munkájában részt vettem, tehát egyik tagja voltam a bizottságnak, és ott meghallgatás során elmondta az intézmény jelenlegi megbízott intézményvezetőnk, hogy nagyban segítette a munkáját a kollégáinak a hozzáállása, illetve a képviselőtestületnek, illetve minden olyan szervezetnek, intézménynek, akivel kapcsolatban áll a alapszolgáltatási központunk, hogy ez nagyon pozitív, és ez eredményezi azt, hogy ilyen szintű munkát tud, ahogy a szakmai értékelő bizottság is elmondta. Van-e olyan esetleg, amivel ön látná, hogy erősíteni kellene ezt a kapcsolatot, akár intézményen belül, akár a testület, illetve más szervezetekkel, vagy van-e vagy lát-e arra olyan törekvést, ami esetleg erősíteni ezt a kapcsolatot, és ezáltal az önök munkája is, mint alapszolgáltatási központ is még erősödne. Gondolok én itt felsőbb szintű vezetésre is, tehát mondjuk a közigazgatási hivatal,
terén. Ön nagy hangsúlyt fektet a pályázatából is kiderül a munkahelyteremtésnek, illetve a foglalkoztatásnak. Hát én itt igazából, ahogy ön is mondja, hogy ennek nagyon fontos szerepe van egy vidéki településen, hogy ebben lát esetleg még valami hiányosságot, akár részintről, mint testület, hogyha esetleg megválasztásra kerül, akkor mi legyen még az a lehetőség, amit még biztosítani kellene nekünk ahhoz, hogy még jobb legyen ez, még színvonalasabb legyen ez a munka. Azt gondolom, hogy az elmúlt 11 év az bizonyítja itt a fejlesztéseinket tekintve, hogy lényegében a képviselőtestület, a polgármesteri hivatal munkatársa is itt a helyi szinten a közoktatási és az egészségügyi intézménynek segítették a munkánkat, és ez a közös munka segít hozzá, hogy itt a fejlesztéseinket véghez vigyük. Továbbra is azt kérném, hogy támogassák a munkánkat, és próbáljunk meg a jelenlegi társadalmi elvárásoknak, helyzetnek megfelelni, bármennyire is nehéz időnként, de az igyekezetünk tehát ezen van, hogy itt megoldásokat keressünk, és közösen találjunk megoldást, tehát egy kompromisszumra készséget szeretném itt kihangsúlyozni, többet kommunikáljunk egymással, és bizonyos probléma helyzetekben itt megoldások fognak születni. Köszönöm. Köszönöm. Van még képviselőtársaim? Nagy László, képviselőtársam. Szeretném megkérdezni az intézményvezető asszonytól, hogy a 11 év alatt a testület hány pályázatot támogatott, és hányat nem? Ezt elmondtam. Köszönöm szépen a támogatást. Érdele, azt értettem, csak úgy... Lényegében minden pályázatunkat támogatták. Igen. Végülis ez egy indítvány volt, nem pályázat. Igen. Egy indítvány volt. Tehát én azt gondolom, akkor erre egy picit reflektálva, hogy a jó pályázati ötleteket, terveket én véleményem szerint ezután is fogja a testület támogatni. Magam nevébe beszélek természetesen, csak a kollégáim, ők majd a maguk nevébe. Viszont így van, ahogy a megbízott intézményvezető asszony is mondja, hogy át kell beszélni alaposan egy-egy ötletet, egy-egy pályázatnak induló dolgot, hogy az a széles támogatást nyerjen, illetve széles rétegeket érintsen meg, és a falunk mindannyian javára. Tehát ennyi észrevételem lenne hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy eddig is támogattuk, viszont egy kis negatív adalék hozzá, tehát most ha valamiről valakinek más a véleménye, mint a legutóbb is volt, én azt vettem észre, hogy nem esett jól az intézményvezető asszonynak, és hát bizony tett olyan kijelentéseket, amit vélemény szerint nem kellett volna. Tehát az én feleségem is volt munkanélküli, nem küldtem senkinek a kapujára. Tehát itt ilyen véleményeket hallottam, hogy majd akkor majd küldöm a képviselőknek ide-oda a kapujára az embereket. Nem kell küldeni képviselőasszony, ez nem az ön dolga. Az ön dolga... Nem vagyok képviselő. Elnézést, intézményvezető, picit tévedtem, bocsánat. Tehát azért mondom, hogy én azt gondolom, hogy ami önre tartozik, azzal kell foglalkozni, és ami meg másra tartozik, az, ami más foglalkozik. Ennyi észrevételem volt, úgyhogy köszönöm szépen. Van-e még intézőtár képviselőtársam? Csak képviselőtársamnak a szavaira egy újabb gondolat jutott eszembe. Itt a bizottság ülésen megjegyezte a pályázó, illetve a jelenleg intézményvezető asszony, hogy igen, amikor van egy pályázat, ő, mint alapszolgáltatási központ vezetője, nem mérlegelheti, nem súlyozhatja, hanem igazából neki a lehetőséget kell megfognia. Mi ezzel bíztuk őt meg, mint menedzser, úgymond legyen egy menedzser, mert egy ilyen intézmény vezetői állás, én úgy gondolom, hogy egy olyan menedzseri szaktudást, egy olyan menedzsert igényel, aki helyesen és jó irányba tudja ezeket a dolgokat terelni, és valószínűleg ez volt az, amit képviselőtársam is említett, hogy ezért is gondolta a jelenlegi vezető asszony, hogy neki minden lehetőséget meg kell ragadnia. Természetesen, amikor egy lehetőség van, és ő úgy tudja, hogy ezt a lehetőséget még ki is tudnánk használni, és ez nem valósul meg,
bizonyos más vélemények miatt, ami természetesen mindenkinek szuverén joga. Emiatt volt lehet egy kicsit indulatosabb, vagy esetleg mondhatott olyat, ami esetleg valakinek sértő volt, de én úgy gondolom, hogy nagyon kevés eset volt még, amikor ez bárkit is megsértett. De teljesen jogos volt a képviselőtársam felvetése. Én értésnek, csak Én csak ezt, hogy most bizottságülésen is beszéltük, ezt, hogy ő, mint alapszolgáltatási központ vezetője, nem minősítheti a pályázatokat sem személyre, sem fajra, sem nemre való tekintettel. Tehát neki egy pályázatot kell néznie, amiben részt vesznek bizonyos rétegek, olyan emberek, akik rászorulnak. Én úgy gondolom, hogy ez vezérelte őt mindig is, és ez is ezután is ezt fogja. Köszönöm szépen. Parkozottán képviselőtársam. Először is szeretném Lipták képviselőnek a figyelmébe ajánlani, szerintem azért itt ül a delikvens, akinek meg kellett volna itt válaszolni erre, nem neked kellett volna erre válaszolni. Engedd meg, hogy én mit mondok, köszönöm szépen. A másik szerintem meg az, hogy a bizottsági ülése, én maximálisan tartózkodtam, mert nem is tartottam magam szakmai embernek ebbe az ügybe, azért is volt egy ilyen beszélgetés, amikor még nem volt bent Fésűsné, hogy véleményezünk, és erről jegyzőkönyv is készült, tehát én nem vagyok szociális ügyekbe jártas ember, tehát nem az én szakmám, ezért van meghívva mindig két olyan ember, akinek ez a szakmája. Én, mint egy képviselő bent ülök, és ami volt egy ilyen táblázat, az alapján lett elbontva a pályázat. Ki lettek tipálva, x-elget, hogy megfelel, nem felel, van, nincs, ez az én dolgom. De Fésűsné próbálkozott egy beszélgetéssel, amiben én nagyon akartam belefolyni. Szóvá tettük megint ezt a ominózus pályázatot, és megint azt vettem ki a szavaiból, hogy most azért, mert ez a képviselőtestület ezt nem tartja jó ötletnek, hogy a falu egy ilyen dolog épüljön, hogy történjen, az tehát azért nem kell úgy hozzáállni a dolgokhoz, hogy de meg lesz csinálva, de másfajta módon, meg máshol. Engem ez nem érdekel. Engem az érdekel, hogy amit a képviselőtestület dönt, az ebbe a faluba úgy legyen a döntés után végrehajtva, ahogy kell. Az, hogy most melyik falunak vagy, nem tudom, hogy próbálkoztok ezzel a dologgal, ez engem annyira nem érdekel. Azért nem is akartam erről a dologról beszélni. Tartsuk be, majd mondjam, a polgármester úr megadja a szót, amikor kell. Tehát azért mondom, hogy ezért nem is akartam belefolyni. Mert akik ott ültek, ez a szakmai bizottságnak tagjai, tehát ezek a szakemberek, nem rájuk tartozik, mert ez a falunak az ügye. Tehát ők megtették a dolgokat és elmentek, tehát szerintem ez ide tartozik a mostani ülésre. Csak azért mondom, hogy én nem is akartam belefolyni, mert nem akarok személyeskedni sem, meg nem is akarok veszekedni ilyen hülyeségen. Tehát ez már döntés született, tehát felesleges ezen szerintem ezen rágódni. Köszönöm. Annál is inkább azonnal felesleges, mert nem ez a feladatunk. Most pályázat van itt, illetve pályázó van, tehát ilyen szempontból kell ezt nézni, és nagyon esetleg részletekben termi, illetve ami esetleg nem is szorosan ezzel függ össze, nem azzal kellene foglalkozni. Van-e még hozzászólás? Kérdés észrevétel ebben a kérdésben. Kalázató képviselőtársam. Nekem nem is a pályázókhoz volna a kérdésem, hanem inkább jegyzőasszony felé, vagy polgármester úr felé szeretném azt jelezni, hogy nem tartottam túl szerencsésnek, hogy ugye ma a második forduló a testület ülés előtt egy órával zajlott le. Tehát igazán a képviselőknek olyan komolyan nem is volt idejük megismerni, hogy ez a bizottság milyen döntéseket hozott. Ugyanis a jegyzőasszony itt felolvasott a 2x15 oldalas, 3x15 oldalas jelentésből egy pár gondolatot, de úgy gondolom, hogy nem túl szerencsés, hogy csak ilyen egyszerű pár mondat alapján mehet ki, hogy döntsön a tisztelt képviselőtestület ezen pályázat írásával kapcsolatban, vagy döntésével kapcsolatban. Nem értek egyet, képviselő úrral, mivel az előterjesztésben megkapta, attól sokkal több, ami elhangzott, azt elmondtam, tehát tartalmilag a tartalmi értékelés alapján ugyanaz a vélemény volt, mint a formai alapján, hogy érvényes és döntésre alkalmas a pályázat. A előterjesztést megkapta minden képviselő, az anyagból a terjedelme miatt a fontosabb részeket másolatban megkapta minden képviselő, illetve a lehetőséget, hogy bármikor bármelyik pályázatot megtekintheti.
Örülök, hogy nem ért velem egyet jelzőasszony, de kérem, hogy ezen túl ezt mellőzítő testületülés előtt egy órával hívunk össze egy ilyen bizottságot, és a képviselőtestület nem tudja részletesen megtárgyalni majd, hogy mi volt azon a bizottsági ülésen. Hiszen el kellene nekik, olvasni részletesen az anyagot. Most akkor mondhatnám azt, hogy tartsunk egy szünetet, minden képviselő úr ismerje meg az előző bizottsági ülésen elhangzottakat részletesen, és utána döntsük a kérdésben. Nincs igaz, ami jegyzőasszony? Mit gondolom, hogy azt fogja mondani, hogy nincs igaz, ami én mindezekért, ennek ellenére kérem, hogy legközelebb ne így csináljuk ezt a dolgot. Jó? Köszönöm szépen. Megértem képviselő urat, most már értem, hogy mire gondol képviselő úr, de én pedig a jelen helyzetünket ismerve azt mondom, hogy itt van minden. Én ennek örülnék a legjobban már csak másolási szempontok miatt, hogyha képviselő urak meg tudnánk itt tekinteni. Akkor meg vagy kérem, akkor találjunk ki valami egyéb... Kérem, hogy tartsunk szünetet, és akkor olvasunk át. Költségtakarékos megoldást. Én úgy gondolom, hogy nyilvános testületülésen vagyunk, ha esetleg a polgármester úr és a jegyzőasszony, illetve a testület úgy gondolja, hogy mindenképpen szeretné megismerni, akkor esetleg fel is olvashatja a szakmai bizottság véleményét a jegyzőasszony, illetve az, hogy most ez az ülés előtte egy órával volt, azt a szakmai bizottság egyöntetűen hozzájárult, de ez nem a képviselőtestületnek kellett a döntése, hanem a szakmai bizottságnak, ott pedig egyöntetően mindenki tartózkodás nélkül elfogadta, hogy egy órával legyen a szakmai bizottságnak az ülése. Tehát én ebben kivetve voltam meg. Akkor megengedje meg képviselő, hogy ne a jegyzőasszony felé intézem ezt a kérdést, hanem a szakmai bizottság felé intézem ezt a kérdést. Legközelebb, ha lehet, akkor olyan időpontra tegyék, hogy a tisztelt képviselők is írásban el tudják olvasni a bizottságnak a végső véleményét. Tessék, mert az valami helyezbítésre szól azért ez a dolog. Amikor ez a bizottságülés megvolt, akkor ahogy én emlékszek rá vissza, a jegyzőasszony mondta, hogy köszönjük szépen, hogy megjelentek, akkor legközelebb majd testületülés előtt 16 órakor lesz a meghallgatás, mivel hogy egy személyről van szó. Ennyi történt. Szerintem. Tessék, nagyon-nagyon nem jól emlékszik, képviselő úr. Annál is inkább, mivel még a szekrény mélyéről a pályázati anyagokat sem vettem elő, akkor kezdtem az eljárási kérdésekkel. Tehát ezt határozottan visszautasítom, hogy én kijelentettem, hogy mikor lesz, hanem még meg sem kezdődött gyakorlatilag az érdemi része a bizottsági ülésünknek, amikor megbeszélgettük ezeket. De ha már így a nagy nyilvánosság előtt kíváncsi a képviselőtestület az indokokra, kettő szakmai szervezettel kellett tartanunk a kapcsolatot, az ő részvételük nem volt mellőzhető ebben az eljárásban. Figyelembe kellett vennünk két szempontot, hogy a nyári szabadságolások miatt ezek az emberek ténylegesen fizikailag is el tudjanak jönni, illetve kellő idejük maradjon arra, hogy az érvényesség minősített anyagokat tartalmilag át is vizsgálják. És mivel ez az időkorlát volt, valóban én tettem az ülés időpontjára javaslatot, amin volt ott rögtön egy óra hossza, hogy meg lehetett volna vitatni, hogy mégse kell egy hét arra. Válaszolnak, hogy mondottad, én is ezt mondtam, hogy ez ott lesz, ahogy jegyzőasszony mondta, tehát nem ott is elfogadtuk készen, hogy történt. Na, ez van szó, ezt mondom, hogy egy emberről van szó, aki részt fog venni, tehát értem, hogy nem láttam volna ennek az egész célburinak, tehát én szerintem nyugodtan fel lehet egy szavazásra is ezt az egészet, mert ez most felesleges szócsítés, amikor... Valóban egyetértünk. Nem akarok már szólni ebben a kérdésben, mert valami is azt akartam, hogy ez olyan részekérdés, hogy túl sokat foglalkozok ezzel a dologgal, nem ezért ülünk itt. Már bánom is, hogy így föltettem, ezt lehet, hogy testületi rúzsnál kellett mondja jegyzőasszonynak megtennem ezt az észrevételt, de hát ez így nem, hogy lépjünk tovább volna. De hogyha kívánják a képviselők, azt is megért, ez egy 10 oldalas, körülbelül ez a szakvélemény. Akár is hangozhat, belefér az időbe. Tehát, hogyha gondolja a képviselő, akkor ezt is lehet, hogy a képviselő testület úgy gondolja, akkor ezt elhangozhat itt most a nyilvánosság előtt, valóban ezzel semmi gondol, szerintem. Ezzel sincs kifogásom, én szeretném mondjuk elolvasni, megmondom őszintén, tehát nekem azzal sincs kifogásom, hogyha a pályázó hozzájárul, hogy elhangozik ez a vélemény, amit a bizottság készített. Jó, akkor szavazásra teszem, aki úgy gondolja, hogy itt most hangozik el a bizottság véleménye az egyszer pályázatról, azt kérem, hogy készfeleménysel jelezze most. Tehát kérdezzük, hogy pályázót is, hogy hozzájárul esetleg. Igen, előtte megkérdeztük, igen. Előtte megkérdeztük. Kezelésre mindenhez hozzájárult.
Jó, akkor kér, tehát még egyszer, aki szeretne, hogy elhangozzék itt, azt kérem, hogy kész velem is jelezze most. Ez 4. Ha jól számoltam, 4 igen, nem szavazat, 3 nem szavazat mellett, akkor jegyzi azt, hogy megkérdezni, hogy legyen szíves, ismersz, és így van. És akkor a nagy nyilvánosság értesül a bizottság részletesebb véleményéről. A szakmai szervezet által Budapest delegált szervez, tag véleményét olvasunk föl akkor. Hernádnémeti község önkormányzatának fenntartásában működő alapszolgáltatási központ intézményvezető állásának betöltésére kiírt pályázat bíráló bizottságának munkájában szakmai érdekvédelmi szervezet delegáltjaként az alábbi szakvéleményt írom az 1098-2/2012 számaliktatott pályázattal kapcsolatban, melyet Fésűsné Bros Andrea nyújtott be a Hernádnémeti önkormányzat képviselőtestülete elé. Szakmai vélemény. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői magasabb vezetői munkakör betöltésére beérkezett pályázat a kiírásban szereplő kritériumoknak formai szempontból megfelel. A pályázó a pályázatot zárt borítékban juttatta a Hernádnémeti Község önkormányzatának címére, a borítékon a megpályázott munkakört megjelölte. A pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint a pályázó megfelel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatukról és működési feltételeiről szóló 1/2000-es SCM rendelet 3. melléklet 5. pontjában meghatározott képesítési előírásoknak, melyet a pályázati anyaghoz csatolt oklevél másolattal igazolt. A pályázó a pályázati anyaghoz csatolt szakmai életrajz értelmében rendelkezik legalább 5 év felsőfokú végzettséget igénylő, a gyermekvédelem és a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal. A pályázó rendelkezik 5 évet meghaladó vezetői tapasztalattal, melyet a pályázati anyaghoz csatolt önéletrajz igazol. A pályázati anyag tartalmazza a pályázó nyilatkozatát, miszerint hozzájárul a vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásához. A pályázó magyar állampolgárságát a becsatolt vezetői engedély másolata és a hatósági erkölcsi bizonyítvány egyaránt igazolja. A közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatala által 2012. 5. 29-én kiadott hatósági erkölcsi bizonyítvány értelmében a pályázó büntetlen előéletű. A pályázati kiírásban az elbírálásnál előnyt jelentő vezetői engedéllyel a pályázó rendelkezik, melynek fénymásolatát a pályázathoz csatolta. A pályázó gyermekjóléti alapellátásban szociális szakvizsgát tett, melynek oklevél másolata csatolásra került. Szakmai életrajza értelmében az ABEL továbbképzést 2012-ben megkezdte. Fésűsné Bros Andrea intézményvezetői munkakörre beadott pályázat a formai szempontból kifogástalan, a kiírásnak minden tekintetben megfelel. A pályázat tartalmi része áttekinthető, jól szerkesztett, külső megjelenésében esztétikus, bizonyítja a pályázó sok éves vezetői tapasztalatát. A pályázat elején található tartalomjegyzék egyértelművé teszi az egyes tartalmi részek helyét a programban. A pályázat készítője motivációs levéllel indítja programját, mely egyértelműen megfogalmazza, hogy annak írója képességeinek és tulajdonságainak tudatában, ezek mozgósításával a Hernádnémeti községben élők szükségleteinek megfelelően kívánja megvalósítani céljait intézményvezetői minőségben. A szakmai életrajz az iskolai végzettség tekintetében 1985 évig visszamenőleg rögzíti a tanulmányokat, mely említi a középiskolai képzést, az első humán felsőfokú képesítést, illetve a későbbi szakirányú felsőfokú végzettség megszerzését időszakokra lebontva. Ezen kívül a tanulmányok sorában rögzítve van a szociális szakvizsga letételének dátuma, az országos gyermekvédelmi esélyegyenlőségi négyjegyzékbe történő felvétel időpontja. A pályázó megjelöli az önkéntes munka területén végzett tevékenységét, kiemeli ennek fontosságát. A szakmai önéletrajz tartalmi része azzal a gondolatsorral indít, melyben a pályázó a szakmai vezetésről alkotott képe válik egyértelművé. A pályázó az intézmény vezetésével kapcsolatban egyértelműen a menedzsment típusú vezetői gyakorlatot helyezi előtérbe, így a vezetői tevékenységek között elsőbséget kap a szolgáltatások fejlesztése, a szolgáltatási paletta bővítése. A pályázó bemutatja az intézményt, melynek magasabb vezetői munkakörét megpályázza, és ahol jelenleg is intézményvezetőként tevékenykedik. Felsorolásra kerülnek azok a fejlesztések, melyekben a pályázó központi szerepben tevékenykedik,
így az Európai Unió által támogatott projektek, melyek az alapszolgáltatási központ szolgáltatási tevékenységének körét bővítik. A pályázó bemutatja a működő alapszolgáltatásokat, az azokban megvalósított programokat, az általa irányított intézmény kapcsolati körét. A pályázó bemutatja azt a 14 pályázati programot, melyet az intézményben 10 éves vezetői tevékenysége alatt megvalósítottak, illetve azt a 3 jelenleg is folyamatban lévő projektet, melyben szakmai vezetőként dolgozik. A pályázó a pályázatban bemutatja a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, melyet az általa jelenleg is vezetett intézmény minőségpolitikájának bemutatásával kezd. A pályázó az intézmény vezetésével kapcsolatos céljait, az országosan elkészített szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások standardizációja projekt keretében elkészült szabályzóknak megfelelően fogalmazza meg. A pályázó terveiben egyértelműen tükröződik a jelenleg működő intézményi minőségpolitika, hiszen annak kialakítása is az ő irányítása alatt történt. Az intézményben működő standardek alkalmazása során elégedettségvizsgálat történik mind az ellátottak, mind a dolgozók körében, továbbképzési ütemtervel, éves munkatervel rendelkezik az intézmény. A pályázó bemutatja a jelenleg általa irányított intézményt, melynek szakmai tartalma valószínűsíthetőleg megegyezik az alapszolgáltatási központ szakmai programjával. A szakmai programban rögzítésre kerül az intézmény meghatározása, küldetése. A szolgáltatások feladata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény és a gyermekek védelméről és a gyermekügyi igazgatásról szóló törvény alapján kerül meghatározásra. A kötelező alapszolgáltatásokon kívül uniós forrásból megvalósuló biztos kezdet gyerekház feladata a biztos kezdet programok céljaival összhangban kerül meghatározásra. A pályázó a szolgáltatások működésével kapcsolatban röviden értékeli azok várható következményeit a településen élő lakosság tekintetében, a szolgáltatások 1/2000-es SCM rendeletben és 15/98-as népjóléti miniszteri rendeletben rögzített tartalommal összefüggésben. A pályázó bemutatja az intézmény kapcsolatrendszerét, annak tartalmát a szolgáltatásokban érintett családokkal kapcsolatban, illetve a társszakmák képviselői tekintetében. A pályázó bemutatja a szolgáltatások megkezdése előtt végzett előkészületeket, különös tekintettel a lakosság egészségügyi állapot felmérésére, illetve a demográfiai tényezők vizsgálatára vonatkozóan. A pályázó szakmai programjában bemutatja Hernádnémeti település ellátottainak körét, a településen élők korcsoport szerinti megoszlását, a működő ellátások igénybevételének módját, a kapcsolattartást a szolgáltató és az igénybevevő között, illetve az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat. Felvázolja az alapszolgáltatási központ jelenlegi szervezeti struktúráját, így a 6 szervezeti egységet, melyben a jogszabályban rögzített alapszolgáltatások és a projekt keretében megvalósuló gyerekház került feltüntetésre. A szakmai program tartalmazza a pályázó által irányított intézmény szervezeti diagramját, a dolgozók létszám és szakképzettség szerinti megoszlását. A pályázat lényegi része a pályázó által megfogalmazott intézményi fejlesztésre vonatkozó elképzelésekben található. A pályázó az intézményvezetés mentén több dimenzióban gondolkodik. Egyaránt fontosnak tartja az egységesen működő szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások működtetését, melyek igazodnak a helyi szükségletekhez, a munkahelyteremtést a szolgáltatások bővítésén keresztül, és a tartós munkanélküliség csökkentését a településen szociális szövetkezet formájában megvalósuló új szociális gazdaság beindításával. A pályázó a következő 5 év szociálpolitikai kihívásának tekinti a helyi foglalkoztatottság növelését, különösen a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok számára. Tapasztalatai azt mutatják, hogy a jól működő alapszolgáltatások nem adnak választ a település minden szociális és gyermekvédelmi problémájára, ezért a góc problémák kezelésében szükségesnek látja olyan program megvalósítását a településen, ami megindíthatja a hátrányos helyzetben lévő felzárkóztatását és megakadályozza a gettósodást. Terveiben a projekt megvalósítása szerepel, amely érintett társszervezetek bevonásával kerülne megvalósításra az elkövetkező 5 éves időszakban. A program átgondolt, a helyi szükségletekhez egyértelműen igazodó komplex terv. A projekt alapjául szolgáló forrás nem kerül részletezésre,
a pályázó megfelelő uniós támogatás bevonásával tervezi a megvalósítást. A pályázó a fejlesztési irányokat az önkormányzat szabályozási hatásköre tekintetében is felvázolja, mely nagyon sok területet érint, így a szociálpolitikai kerekasztal ágazati vezetők közös fórumának létrehozását, értékelési eljárások, fejlesztési szabályozások módosítását. A pályázó az önkormányzati ellátási szint feladatainak körében tervezi a hivatásos nevelőszülői hálózat kialakítását. A nevelőszülői hálózat kialakítása nem tartozik a települési önkormányzat feladatkörébe, annak létrehozása az állam megyei szintű feladatai közé tartozik, így a megyei jogú város és a megyei önkormányzat biztosítja, mint otthon nyújtó ellátást a gyermekvédelmi szakellátások körében. Az önkormányzati ellátási szintű feladatok a többi esetben adekvát fejlesztési terveket tartalmaznak, érintik a település lakosságának minden korcsoportját, a gyermekektől kezdve az idős emberek ellátásáig. A felvázolt programok szükségletalapúak, egyértelműen a tapasztalatok tükrében tervezi megvalósításukat a pályázó. Az intézményi feladatok terén a fejlesztési irányok, a szakmai létszám rendezése, a szakmai munkát végzők személyiségének karbantartása és a működéshez szükséges technikai fejlesztésre irányulnak elsősorban, melyet a pályázó egy szükségletekre reagáló ellátórendszerben képzel el. Összegzés: a pályázó a megpályázott feladat és az ellátandó szakterület tekintetében nagy rálátással rendelkezik. A pályázatban bemutatott szakmai tevékenység bizonyítja, hogy kiemelkedő szerepe van az általa 10 éven keresztül irányított alapszolgáltatási központ szolgáltatási profiljának bővítésében. Erőteljes hangsúly mutatkozik a tervek között a pályázati programok megvalósítása, a szolgáltatások bővítése tekintetében. A pályázó vallja, hogy a jelenlegi viszonyok között a menedzsment típusú vezetői szerep vállalható számára, hiszen ezzel tudja fejleszteni az ellátásokat a településen élő lakosság szükségleteinek megfelelően. A pályázatban egyértelműen megfogalmazásra kerülnek a célok és a feladatok, melyek a szakterület jogszabályi hátterével összhangban vannak. A pályázati program mind formai, mind tartalmi szempontból megfelelő. Ki volt ez? Ő volt módszertani szaktanácsadó, Szociális Szakmai Szövetség delegátja, Lasztó Cimé. Iránytű Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, mint tagnak a véleménye a pályázatról. Július 17. napján a Herner Németi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Herner Németi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői magasabb vezető munkakör betöltésére beadott pályázat bontását követően a bírálóbizottság egybehangzólag megállapította, hogy a szakmai anyag időben beérkezett a polgármesteri hivatalba. Az formailag külső és belső megjelenését tekintve tartalmazta mindazon kritériumokat, amiket jogszabályilag és egyéb szempontokat figyelembe véve a pályáztatás során elvártnak számított, önéletrajz szakmai program végzettséget igazoló iratok egyebek. A vezetői pályázat szakmai részét tekintve egységesen tagolt, jól áttekinthető, érthető és egymásra épülő szakaszokból áll. Az anyagból kiderül, hogy a pályázó rendelkezik mindazon képességekkel, vezetői gyakorlattal, szakmai tudással, amely alkalmassá teszi az alapszolgáltatási központ vezetésére. Az elmúlt 11 évben a központ a jelenlegi vezető és pályázó által komoly változáson ment át, mind szakmailag, mind a személyi állomány tekintve. A pályázatból jól látszik, hogy évről évre milyen plusz tevékenységgel járultak hozzá a község szociális ellátásához. Igazodva a helyi szükségletekhez, egy egységes gyermekjóléti alapellátási rendszer mellett kiépült a családsegítés és az idősellátás szakmai és gyakorlati háttere. Mindezek mellett önként vállalt feladatként az intézmény évről évre sikeres pályázatokon vesz részt, pályázat 8. oldalán van ennek a leírása, melyen hozzájárul a község gyermekeinek aktív szabadidő eltöltéséhez, a lakosság informatikai tudásának fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű családok egészségfejlesztéséhez, munkaerőpiaci felzárkóztatásához. A központ aktív szerepet vállal a jelzőrendszer működtetésében, valamint komoly kapcsolatot alakított ki a szakmai, hatósági, hivatali, civil és egyházi szervezetekkel. A személyi hátteret tekintve is az intézmény 2001-től folyamatosan bővült.
A kezdeti három főből mára már 24 szakképzett dolgozó látja el három telephelyen a település szociális feladatait. A pályázó a jelenlegi infrastruktúra megtartása mellett a jövőre nézve is egy követhető, szakmailag alátámasztott, reális elképzeléseket tűz ki a központ céljai közé. Valós folyamatként a helyi szegregátum helyzetének minőségi javulásában lát realitást, mindezt az oktatás, az egészségügy és nem utolsó sorban a részbeni időszakos vagy tartós foglalkoztatás erősítésével, fejlesztésével képzeli el. A gyermekjóléti alapellátás, családsegítés, idősellátás terén az intézmény úgymond mindent elért, jogszabályváltozás függvénye a jövőre nézve, a pályázó itt a hangsúlyt a megtartott szakmai munkára és a prevenciós tevékenységre helyezi. Cél továbbá a szociális szolgáltatások minőségének a fejlesztése, amely szakmailag jobban közeledik és harmonizál más ellátórendszerekkel. Fésűsné Herner Németi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői magasabb vezető munkakör betöltésére beadott pályázata formai és szakmai szempontokat figyelembe véve megfelel, javaslom 5 évre határozott idejű magasabb vezetői megbízásának meghosszabbítását. Lipták Zoltán képviselő úr juttatta el írásban még az anyagról a véleményét. A vezetői álláshely betöltésére egy érvényes és értékelhető pályázat érkezett Fésűsné részéről, jelenlegi megbízott vezető részéről, mely megfelel a kiírásban foglalt kritériumoknak. A beérkezett pályázattal kapcsolatosan az alábbi észrevételeket teszem, mely állásfoglalásomat kérem szakmai értékelésben megnyilvánítani. Az érvényes pályázat a bizottság értékelése szerint alaki, szakmai, illetve végzettségi szempontoknak is maradéktalanul megfelel. Az érvényes pályázat tartalmazza azon elemeket, mely az intézmény működését fenntartja, fejlődését megalapozza, és a folyamatosan változó jogszabályoknak való megfelelését biztosítja. A pályázó 2001-től végez a szociális szakterületen munkát, nagy szakmai hozzáértéssel, melyet folyamatos önképzéssel tart fenn, és mindezt párosítja nagy lelkesedéssel, többek között ezt tette alkalmassá arra, hogy intézményünk irányítását végezze. A sok elnyert és megvalósult általa irányított pályázat eredményezte intézményünk magas színvonalát és a szociális területen történő hatékony munkát. A munkája mind projektmenedzseri, mind pedig szakmai koordinátori tevékenységében elismerésre méltó, nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtő lehetőségek felkutatásában és megvalósításában. Kollégáival vezetése mellett építették fel intézményünk jó hírnevét, és alapozta meg a jövőbeni eredményes közösségi szerepét. Összefoglalásként a pályázat elfogadására és személyét megválasztásra javaslom a tisztelt testületnek. Köszönöm szépen, egyszerűen nem kis feladat volt, hiszen közel egy 20 percet tartott ez a dolog. Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e még ezzel kapcsolatosan vélemény, kérdés? Tessék, rajzoltó képviselőtársaim. Nekem egy rövid kérdésem volna intézményvezetőről, azt mondja, a szociális szövetkezet, mit értezem? Itt az első bírálatban a bíráló jelezte, hogy a szociális szövetkezettel kapcsolatban is ötleteket akar megvalósítani. Ezt valósítom meg, nekünk a feladatunk ebben a kérdéskörbenek elősegítése, tehát a szociális szövetkezet létrehozásának az elősegítése, tehát nem az intézmény hozza létre, hanem elő kell segítenünk. Akkor mit jelent az, hogy elő kell segíteni? Minden olyan helyi közösségeknek a kezdeményezését kell támogatni, ami a település céljainak megfelel. És nekünk ez a feladatunk, hogy támogassanak és elősegítsük a munkájukat. Köszönöm. Köszönöm. Van-e még kérdés, összevétel? Amennyiben nincs, akkor csak végén néhány jól szeretnék hozzátenni. Szakértő, el is hangzott, hogy ez is felolvasta. A legmagasabb, ugye az igazgató is, tehát nem az utolsó ember adott szakvéleményt. Mind a szakértőnk, mind a két szakértő azt állapította meg, hogy mindenféle szempontból kifogástalan a pályázat, illetve a pályázó is. És most nem akarom még egyszer ismételni, amit elhangzottak, de többek között, hogy azt is leírtak, hogy kiemelkedő szerepem a szolgáltatási profil kialakításában, ami ez alatt az időszak alatt kialakult.
képzettség, végzettség, képesítés szempontjából ugye kiment a képviselőtestületnek a anyagban. Én csak egy-két dolgot kiemelnék belőle. Ebből is látszik, hogy egy tudatos, felépített dologról van szó a pályázó személyében és a pályázatában is. Csak, tehát röviden, főiskola, pedagógiai szak, gyermek- és ifjúságvédelmi specializáció. Főiskola, gazdálkodási szak, marketing szakirány. Főiskola, szociális szakvizsga, gyermekjóléti alapellátás, illetve főiskolai kar pontosabban. Egyetem, szociális menedzser szak. Országos gyermekvédelmi szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés. Információs társadalmi tanácsadó. Országos esélyegyenlőségi szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés. Bűnmegelőzési koordinátori szak és még egyéb végzettség is van, folyamatban van. Tehát azt gondolom, hogy eléggé felkészült a pályázunk. Aki pedig ezzel alatt a 11 év alatt esetleg nem tudott róla információt keríteni, azt egy kicsit szomorúnak tartom, tehát kell, hogy ismerje mindenki a szakmai munkáját, tevékenységét. Ezzel alatt a 11 év alatt soha kifogás nem merült fel a munkájával kapcsolatosan. Ott csak még egy rövid félmondatot hozzátegyek, ugye nem ez a fő tevékenysége az alapszolgáltatási központnak, de talán mégis számunk is egy kicsit azért árulkodók. A legutolsó program, ami az intézményi vezető asszony, illetve az intézmény dolgozóinak szervezésében is, persze, ahogy említett, intézményi vezető asszony is az oktatási és szociális egészségügyi területét is bevonva, nyári tábor, 3 hetes nyári tábor zajlott le ismételten, hetente mintegy 150 gyermek vett itt részt, és ezen túl még ugye a dráma tagozatosok is itt voltak, és még pályaorientációs felkészítő tábor is volt egyébként. Jó, ezek után úgy gondolom, hogy nincs már más hátra, megismertük a pályázót, a pályázó pályázatát, illetve a szakvéleményeket, ezzel kapcsolatos véleményeket, tehát szavazásra teszem fel, miután mindenki hozzászólt, szavazásra teszem fel a kérdést. Nyílt választásmódját, igen, én nyílt szavazást javaslok, ezt tartom a legegyszerűbbnek. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készelemessel jelezze most. 3 nem szavazat, 4 nem szavazat, tehát akkor marad a titkos szavazás. Akkor egy jogi és ügyrendi bizottság elnökét, Liptai Zoltán képviselőtársamat megkérném a lemondítása, és addig pedig egy rövid szünetet rendelünk el. Köszönöm. Került át is adnám a ügyrendi és jogi bizottság elnökének, Liptai Zoltánnak a szót, hogy ismertesse ennek az eredményét. Köszönöm szépen. A bizottság lebonyolította a szavazást. A zónában 7 érvényes szavazatot találtunk, tehát mindenki leadta a szavazatát. A 7 érvényes szavazat mellett a szavazatok megoszlása 3 igen szavazat érkezett és 4 nem. Tehát a szavazás az érvényes volt, de eredménytelen. Köszönöm szépen elnök úrnak a segítségét, illetve a tájékoztatását. Ismét azt fogjuk elő, hogy egy évvel ezelőtt, hogy ugyan egy olyan pályázó van, aki megfelel szakmai és mindenféle szempontból, ennek elég nem kapta meg a szükséges szavazatszámot,
nyilván ebben a helyzetben ismét azt kell akkor lépni, amit az előző évben is tettünk, hogy addig sem maradjon az intézmény vezető nélkül, és ezáltal ugye finanszírozhatatlanná ne váljon. Tehát meg kell bízni a jelenlegi intézményvezetőt további egy évvel az intézmény vezetésére. Jól mondom, Jenti asszony? Igen, és 30 napon belül dönteni kell az új pályázat kiírásáról. Jó, akkor ezt teszem szavazásra. Mivel meg kell szavaztatnunk ezt a kérdést, hogy aki ezzel egyetért, kérem készen alá és jelezze most. Köszönöm, egyhangú ellenszavazat. Tartózkodás nem volt. Lépünk tovább a második napjegyi pontra, amelynek napközi otthon óvodai és bölcsődei főigazgató megbízása. Ehhez egy rövid magyarázatot tennék. Évekezőt létrehoztak az oktatási társulást Kulcsánásra, egyébként nagyon jól működik, és ebben 4 oktatási intézmény vesz részt, 2 iskola és 2 óvoda, illetve most már a Csanároson olyan óvodát alakítottak ki, amely egyben bölcsőde is, tehát ezért is van ez a megnevezés. Illetve tudjuk-e azt az információt, jelenleg az a információval rendelkezünk, hogy az általános iskolai oktatására mi kézbe kerül, ezért korábban megtettük azt, ezen oknál fogva az oktatási társulásunkat 2 nagy részre szedtük szét, iskolai és óvodai társulásra. És arra ugye nincs idő, hogy nem volt már idő, hogy a pályázatot kiírjuk, ezért a kiküldött anyagban is az szerepel, hogy Kerekes Jánosnét bízzuk meg az intézménynek az további egy évig történő vezetésére. Szeretném elmondani, hogy Kerekes Jánosné 1984-től óvoda pedagógusként itt dolgozik ellen Németiben, 1995-től pedig intézményvezetője az intézménynek. Az ő életútja is ismert, és örülünk neki, hogy az óvodában is nagyon magas szakmai munka folyik, amelyben természetesen a intézményvezető asszonynak oroszlán része van, és az intézmény dolgozónak is egy nagyon példamutató, magas színvonalú munkát végeznek. Ezt ugye külsőbb szervek is és más szakemberek is elismerték már. Tehát javaslatom még egyszer az, hogy Kerekes Jánosnak bízzuk meg az intézmény egy évig történő vezetésével. Ugye mint 2 intézményről van szó, főigazgatóvá bíznánk meg, ez a javaslat szerint, és azt követő majd itt is ugye pályázatot kell kiírni. Kérdés részevétel ezzel kapcsolatosan van-e, tessék, rajzotó képviselőtársa? Az volna a kérdésem, polgármester úr, hogy a Kerekes János név megnőtt ebben a kérdésben, kérdez, hogy ő elvállalja egyáltalán ezt a főigazgatói posztot egyesztendőre? Itt van Kerekes János név, tehát tud nyilatkozni. Kérem is akkor intézményvezető asszonyt, hogy... Igen, elvállalom. Igen. Köszönöm szépen. Kérdés részevétel. Amennyiben nincs, akkor az előterjesztésnek megfelel a kérdés szavazásra bocsájtom. Tehát aki az előterjesztéssel egyetért, az kérem, hogy kézfelemre is jelezze most. Köszönöm, egyhangú ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Ugyancsak ebben a témakörben valamint az óvodánál, és közben meg is kérem, mint az előzőtől azt mondja, főigazgató azt mondja, legyen szíves fáradjon a kép, és legyen segítségével, mert amely napjelentő pontban a pályázatról lenne szó, természetesen ennek is az anyagok illetve a képviselőtársaimhoz, de főleg a képernyő kerültünk, meg erről nem igazán van fogalmunk, hogy ki nem rögtön képviselőt vagy a intézményvezető azt mondta, hogy egy-két szóval ismertesse a pályázat, ami készen. Ennek a pályázatnak óvodafejlesztés a címe. Senkit nem kell, hogy megzavarjon, hogy itt most arról van szó, hogy óvoda bővítésről, mert már ilyen hangok is elhangzottak, hogy itt csoportot akarunk esetleg bővíteni. Nem, ez egyáltalán nem arról szól, inkább az óvoda szakmai munkájának a fejlesztése
illetve tárgyi feltételek fejlesztéséről van szó. Itt a konkrét cél, hogy ennek a támogatásnak a segítségével az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeinek a biztosítása a kisgyermekek számára a személyiségük kibontakoztatásához. A célcsoportja ennek a pályázatnak minden gyermek, ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, mert az utóbbi időben a legtöbb pályázat az vagy a hátrányos helyzetű gyermekekről, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről szólt. Itt minden gyermek bekerül ebbe a pályázatba. A szülők is célcsoportja ennek a pályázatnak, az óvodavezető, minden óvodapedagógus és a dajkák is. Ez megint egy nagyon fontos és nagyon lényeges dolog, mert sokszor elfeledkeznek a pályázatokban és minden egyéb helyeken a dajkákról, pedig nekünk nagyon fontos segítőtársaink a munkánkban. Itt meg van említve az is, hogy a fenntartó részéről is az óvoda tanügyigazgatásával foglalkozó munkatársa és célcsoport annyiban, hogy egy továbbképzésen részt kell majd egy főnek venni a fenntartó részéről is. A pályázatban az új csanálosi tagintézmény is részt vesz. Igazából polgármester úr, már az új csanálosi polgármester úr kért meg bennünket arra, hogy ne hagyjuk már ki őket, vegyük be őket is, ha már egy ilyen nagy pályázatot elkészítünk. Igaz, hogy az összes feladat meg munka az még leginkább a pályázat elkészítésében és lebonyolításában is ránk fog hárulni, de ha már így velünk együtt vannak, már nem akarjuk bennünk, vagy őket kizárni, és őket is belevettük ebbe a pályázatba. Ennek a pályázatnak a minimális igényelhető támogatása 1 millió forint, a maximális 100 millió. Mi úgy gondoltuk, hogy a két intézményre körülbelül egy 50 millió forintot pályáznánk, és vannak kötelezően megvalósítandó tevékenységek, de ami a talán azt mondom, hogy legvonzóbb ebbe a pályázatban, hogy 30%-át eszközfejlesztésre lehet fordítani. Mi úgy gondoltuk, hogy azért ez a közel 15 millió forint, amit eszközre lehet fordítani, ez nem kevés pénz, és itt azért mi olyan nagyobb eszközöket szeretnénk, tehát kisebbeket talán más kisebb pályázati forrásból is tudunk biztosítani, és itt gondoltunk arra, hogy az óvoda udvarra nagy játékokat vennénk, mert az most eléggé le van pusztulva az óvoda udvarunk, és szeretnénk egy kicsit azt fejleszteni. Az óvoda udvaron a játékeszközök alá ilyen gumitéglát szeretnénk, az is egy közel 3-4 millió forint csak a gumitégláknak a behelyezése. És amit bentre, ami nagyon fontos, az óvodai fektetőknek a cseréje. Hát itt most 150, a mi óvodánkról beszélek, 150 fektető, meg annak a hozzávaló dolgai, ez szintén egy közel 3-4 millió forintot jelent, tehát így azért ezek így összeadódnak. És akkor még nem beszélve olyan dolgokról, dolgokban gondolkodunk, hogy most már minden csoportba szeretnénk bevezetni a kompetencia alapú óvodai programot, és ahhoz szükséges eszközök, ilyen például a homokvízasztal, meg földgömb, meg hát ilyen sok fejlesztő eszköz, ezeket még szeretnénk ebből a pályázatból biztosítani. Azon kívül még kötelező megvalósítandó tevékenység az intézmény szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés. Ez azt akarja, hogy újszerű nevelési eljárásokat, fejlesztéseket, nevelési módszereket kell bevezetnünk. Részben ez már a csoportokba be van vezetve, azokban a csoportokban, ahol a kompetencia alapú oktatás folyik, de még a többi csoportokban is ezeket az újszerű módszereket be kell vezetnünk, illetve új horizontális kapcsolatnak a kiépítése, itt az óvodák közötti kapcsolatnak a kiépítésére
gondol a pályázatíró. Képzések, továbbképzések vannak benne. Arra gondoltunk, hogy akik a kompetencia alapú oktatáskor részt vettek nagyon sok képzésen, azok most ebből kimaradnának, és akik akkor kimaradtak most, azokat a kollégákat képeznénk, és itt belevennénk a dajkákat is, mert lehetőség van arra, hogy őket is a képzésekbe belevegyük. A nevelési programokban szereplő tevékenységek megszervezése, lebonyolítása, itt olyan dolgokra gondolunk, hogy szülőkkel közös programok, szülőknek szakmai fórum, családi napok, itt azoknak a szervezésére és lebonyolítására van lehetőség. Ezek a programok eddig is folytak az óvodában, most erre pénzt is kapunk, és akkor még lehetőségünk van arra, hogy egy kicsit nagyobb színvonalon, esetleg más óvodákból is hívjunk, meg más előadókat, meg ilyen dolgokra gondoltunk. Informatikai eszközök beszerzése is van. Itt igazából, megmondom őszintén, komolyabb, több eszközre nem gondoltunk, mert jelen pillanatban is minden csoportunkban van a gyerekeknek is használható számítógép, illetve a mi irodai munkánkhoz is van elegendő informatikai eszköz. A program tervezett ideje 18 hónap, és ami lényeges, hogy amit vállalunk, az 5 évig fenn kell tartani, de ez így van a többi pályázatban is, és a támogatás mértéke 100%-os. Köszönöm szépen, kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük, tessék, Répás János. Kérdezem, hogyha már ugye társult intézményekről van szó, hogy ezek milyen arányban részesülnek a csenálosi németi ebből a pályázatból, hogy körülbelül egy satszográfot, és van itt az első bekezdés, ez a részök, az első, hogy mi ez a kognitív készség. Megmondom őszintén, nem hallottam még, lehet, hogy én vagyok tájékozatlan, csak... Hát egy elemi készségek. Hát, hogy milyen arányban, az pedig olyanok, hogy ugyan arra gondoltunk, hogy egy olyan 40-10 millióba beszélhet most. Hát körülbelül ilyen arányban. És azt hiszem, hogy akkor nagyon korrektek vagyunk. Találkozó képviselőtárs? Olvasom itt az anyagban, meg intézményezett az, hogy is mondja, hogy 100%-os a támogatás mértéke. Elő vagy utó finanszírozás? Előleg is, tehát adnak előleget, és utána... Hát engem leginkább az érdekel, igen, amikor ezek a projektnek a részei megvalósulnak, akkor már még először nekünk meg kell finanszírozni ezt a projektet. Igen, előleget adnak hozzá. Tehát adnak előleget hozzá. A másik kérdésem lenne, hogy 50 millió forint a pályázat netto, vagy bruttó 50 millió forint a... Ez bruttó. Köszönöm szépen. Tessék. Az előbb még elfelejtettem, hogy ugye eddig is elég nagy beruházások voltak az óvodában, ahol a környékén, és ha már ugye az ukar még szebb lesz, még nagyobb értéket két, és hogy esetleg ebben valamicska biztonsági berendezés, netán két kamerát nem lehet-e valahol bele sillenteni. Az az igazság, hogy ami itt le van írva, látjátok ezt a rendeletszámot, hogy a 11/94 MKM rendelet, ez leírja az óvodában a minimális eszköz és felszerelés jegyzéket. Tehát ez azt tartalmaz, hogy mi az, ami kötelező, és ez tartozik csak hozzá, tehát ilyen ilyesmi egyáltalán. Tehát én még olyat is megkérdeztem, hogy esetleg a füvesítés, parkosítás, vagy valami ilyesmi, ez nem tartozik, tehát még ez sem. Pedig az lehet, hogy még jobb lett volna. Valami kérdés? Köszönjük, Nagy László képviselőtársam. Olvasom itt, hogy 10%-kal megemelnénk a létszám. Tehát jól teszem én ezt? Ja, ez az majd ott következő, de igen. Nem tudom, hát mivel az nem szorosan a pályázathoz kapcsolódik valóban, de ugye ezt engedélyt kell rákérni, és tehát
Most már nem. Most már úgy van, hogy a testületnek kell a határozata róla. Korábban jó. Igen, korábban úgy volt, most már nem. Engedélyeztetni kell. Jó. Ez valóban a pályázathoz kapcsolódik, de a pályázathoz még csak egy mondat van, hogy én örülök neki és támogatom. Itt Zoltán képviselőtársam. Intézmény vezetőnk történelmi főigazgatóval szerintem kérdezném most már az új titulusnak megfelelően, hogy ez munkahelyteremtésben esetleg szerepet játszik-e most ebben a projektet? Itt kimondottan csak a meglévő eszközállomány és a többi. Érte? A meglévő állományjal fejlettebb szinten fogjuk tudni az oktatás, vagy illetve a nevelés végrehajtani. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több hozzászólás, hogy röviden csak azt mondja, hogy lepusztultak az eszközök már, mint az udvaron. Hát tudjuk, hogy két évvel ezelőtt azért árvíz-belvíz pusztított, és sajnos az udvarát érintette ez leginkább, hogy jelentkezett. Meg hát sajnos idővel előfordul az, hogy az eszközök, játékok tönkre mennek bármennyi, súlyuk, fejtjük őket. Nem volt így lenni, de azért annyit szeretnénk hozzátenni, hogy olyan állapok azért vannak, hogy ne legyen vele probléma. Tehát kijavítjuk, lefestjük a nyári időszakban, a szünet időszakában, de nyilván ráfér a cser előbb-utóbb ezekre az eszközökre, meg hát lehet újakat is hozni, természetesen minél nagyobb lehetőség legyen a gyerekeknek, hogyha egy ilyen foglalkozás van, akkor az történjen. Jó, akkor szavazásra tenni a kérdést, aki támogatja az előtérsz és megfelel ezen a pályázaton részvényünk, azt kérem, hogy készfelem és jelezze most. Köszönöm, egyhangú ellenszavazás, tartózkodás. Nem volt, és akkor igen? Hát ezzel kapcsolatban még így rólam akartam elmondani, miután már megszavaztuk, hogy nagyon tetszik ebben a pályázatban az a dolog intézményvezető az, hogy mondta, hogy itt nem szerepel gyerekek között, hanem itt minden gyerekre egyformában alapítjuk ez a pályázat. Jól értette, én a szavai jól intézményvezető hozzam. Tehát nagyon tetszik még egyszer. Nagyon tetszik ebben a pályázatban ez a dolog. Köszönöm szépen. Mennénk az egyebekben, akkor most már az egyébként értünk, így valamint képviselőtársam is. Ez előbb most kerül sor az egyebben belőször. Nagyon sok intézményben gyermek létszámmal, gyermek hiányjal küzdködnek, és sokszor az intézmény létét is fenyegetik, illetve az intézmény bezárása is vezethet sok helyük. Nálunk egyelőre örvendetesen az oldalban az a helyzet, hogy az engedélyezett maximális 25 létszámot, csoport létszámot ezt túl szoktuk lépni, egy darabig még valószínűleg ez lesz a jellemző, utána majd előfordult, hogy nálam már nem kell ilyen kérdésről dönteni. Tehát csoportlétszám, tehát meghaladja ezt a 25 főt is, ahogy ez lenni szokott, csak most nem ugye más hatósághoz fordulunk, hanem képviselőtestület engedélyezését, tehát az előterjesztésre megfelelően az a javaslat, hogy a képviselőtestület engedélyezze, hogy 10%-kal túl lehessen lépni az óvodai létszámot az óvodában. Aki rövid kérdés, igen, hát a feltételek meg vannak ehhez teljes mértékben? Nem. Tehát tudja biztosítani az óvoda azt a feltételek. Ettől már többen is voltunk. Köszönöm szépen. A képviselőtársam. Szintén hasonló lett van hozzászólás, hogy gyertek. Jó, amennyiben nincs több hozzászólás szavazásod, hát teszem a előterjesztés, aki egyetért ezzel, azt kérem, hogy készfelem és jelezze most. Köszönöm. Egyhangú tartózkodás ellenvélemény nem volt. Egyebekben még egy anyag kint is van, és még egy előterjesztés, azt most jelentettem magamnak. Ugyancsak egy pályázattal kapcsolatosan, ez a belvízvédelemmel, a EMOD-s pályázatunkkal kapcsolatosan. Azért kell egy döntést hoznunk röviden, talán, hogy érthető legyen mindenki számára. Amikor a pályázatok elkészültek, illetve beadásra kerültek, akkor még 25%-os áfával kellett számolni. Ez azóta változott, úgyhogy elsősorban az indokolja most azt, hogy ezt a kérdést ismét szavazásra bocsássuk. Van ezzel kapcsolatosan kérdés? Amennyiben nincs, aki az előterjesztéssel egyetért, azt kérem, hogy készfelemeléssel jelezze most. Köszönöm. Egyhangú tartózkodás ellenszavazat nem volt. Egyebekben kettő dolgra inkább csak utalnék. Egyrészt a bérlakásra, tehát a pályázatot írtunk ki. Holnap lejár a határideje, úgyhogy ezt mai nap nem tudunk dönteni, tehát a következő testületi ülésre
fog ez majd bekerülni. Én javaslom, hogy addig a határidőt hosszabbítsuk mi is meg a beadási határidő, túl nagy érdeklődésük eddig nem volt. Tehát, hogyha ezzel egyetértés van, akkor ezt így fogjuk megtenni. Igen. Mit jelent a túl nagy érdeklődés nem volt? Senki nem jelentkezett? Hát, majdhogy nem, tehát igen, majdhogy nem ez a helyzet. Tehát mindenképpen hosszabbítsuk. Mindenképpen igen, meg kellene hosszabbítani, igen. Tudjunk dönteni, igen. Illetve... Szavazásra tegyük ezt a kérdést. Jó, tehát aki egyetért azzal, hogy a következő ülés időpontjáig meghosszabbítsuk a bérlakásra beadandó pályázatok időpontját, azt kérem készfelem és jelezzem most. Köszönöm, egyhangú tartózkodás ellen szavazat nem volt. Egy dolgot szeretnék még mondani itt. Ugyan nem beszéltük meg, tehát azért ne is legyen ebből sértődés, hogy harag ezután fogjuk, testületülés után fogjuk, az elkövetkező napokban fogjuk ezt megbeszélni, mert most itt a más rendezvény napi renden. A Szent Istvánnak ünnepség várható, éppen ezért mondom, várható időpontja az augusztus 17-e, péntek 17 óra, de az addig még konkretizálódni fog, és nyilván erről a lakosság fog értesülni a honlapunkon, plakátokon és minden egyéb más módon. És az egyebekben részemről egyelőre ennyi lett volna. Kérdezem az hozzátul is. Kérdezem képviselőtársaimat, egyebekben szeretnének-e? Igen, Nagy László képviselőtársa. Hát, szennyvíz. Igen. Elsősorban is szeretném megköszönni a polgármester úr és a hivatal dolgozóinak a pozitív hozzáállását. Itt egy lakos keresetnek nevezetesen Szabó Jánosné. És ugye az lenne a kérdésem nekem, hogy a mások is, ha nézik a televíziót is, hasonló problémájuk van, mint neki. Hogy mi az ilyenkor a járható út, mert az a gyanúm, hogy nem tudják. Tehát keresik ugye a rákötési lehetőséget, nem találják térképen, valami van, de nem ott, nincs ott. És ugye a probléma az fönnáll, több tízezer forintot egyszerű ember lévő nyugdíjából belefetszöl, és sajnos nem tud rákötni. Hogy nem tudom, az ő ügye is esetleg, hogy áll, ha erről polgármester úr tudna egy pár gondolatot mondani, illetve tényleg okulásképpen, hogyha, mert gondolom lesz ilyen más is a faluban. Sajnos előfordul az, hogy befizették ugye a rájuk eső enzumot, és nem tudnak rákötni, mert nincs ott a csőnek a vége. Két dolgot szeretnék talán ezzel kapcsolatosan elmondani. Egyrészt, ha valaki nem tud rákötni a rendszernek, mert fizikai akadálya van, például ugye annak a beállás nem készült el, az végül is ilyen fizikai akadálynak minősül, akkor vele szemben nyilván nem fog az érvényesülni, hogy talajterhelési, hogy ezt az emelt talajterhelési díjat kell sem fizetni. Ez az egyik dolog, amit szeretnék leszögezni. A másik pedig az, hogy a üzemeltető Borsod Víz, illetve munkatársaira folyamatosan konzultálunk, és erre egyedileg kell ezeket mind átbeszélnünk. Én most nagy héten azt hiszem két ügyről tudok, ahol van ilyen probléma. Tehát ezeket meg fogjuk beszélni. A Szabó néni ő szeretné, hogyha mégiscsak rá tudna csatlakozni. Igen. Tehát ő részéről nyilván minden teljesítve lett, ami annak idején feltételül lehet szabva. Tehát az ő oldaláról már többet nem kell tennie. Nyilván azt keresünk meg azt a lehetőséget, hogy a kívánalmának megfelelően, hogy ez meg is le is bonyolódik. Annyit talán még csak megjegyzés és nem bántos illetve senki. Ezek ugye nagyon régen, 97 körül jellemzően, vagy esetleg 98 elején készültek el ezek a csatornarészek itt Hernádnémetiben. Tehát ennek már ugye elég hosszú ideje van, 14-15 éve van, ilyenkor már nehéz ugye visszakeresni a dolgokat. Hát a kivitelezőt meg végképp, ugye azt tudjuk, hogy ez a dolog az nem annyira látható, megoldható ez a része. Mert nyilván, hogy ez hamarabb jelentkezik, tehát amikor ugye lehetőséget van rákötni, igen, akkor ezt lehetett volna orvosolni, mert azt mondtuk, hogy na akkor tessék ezt megoldani, mert két hét vagy három hét nincs maga lehetőség a rácsatlakozásra, akkor ezt lehetett, ez most már sajnos nem hiszem, hogy orvosolható. Ilyen történt, de annyit tudok mondani, hogy tehát folyamatosan kapcsolódunk a üzemeltető és megoldást fogunk rá találni. Annyiban már eddig is segítettünk, egyrészt ezt a koordinációt fenntartjuk, illetve
a közfoglalkoztatottakkal, segítettük is a kutatásban. Tehát majd nyilván ebben, hogyha kell, akkor később ezt tudjuk fel tudjuk ajánlani ezután is. Tehát remélem meg fog oldódni ez a kérdés. Köszönöm szépen. Egyebekben egyéb más karajzatok képviselőtársa. Több problémára keresnek meg a formul. Az egyik probléma a katolikus temetőben a közkútnak a csapja, vagy az a nyomókája elég nehezen használható. Nem tudom, hogy tudnánk kell abban segíteni a katolikus egyháznak, hogy valami megoldást találjuk annak a csapnak a könnyebb üzemeltetésére. Több idős hölgy jelezte, hogy nagyon nehezen tudják a közkutat üzemeltetni a temetőben. Megnézzük, én annyit tudok mondani ezzel kapcsolatosan, amit lehet. Tehát én még ezzel nem találkoztam? Nagyon nehezen, igen. Én ma délelőtt kimentem, férfi embernek is nehéz, nyomni kell lefelé és balra kell elfordítani, és nagyon nehéz. Tehát egy idősebb hölgy bizony nem tudja megtenni. Mert nyilván megkérdez, ugye ez érvi a szolgáltató, a kutakat is ő helyezte el, azokat megkérdezzük, hogy van ennek valami javítási csere lehetősége, tehát ennek akkor utána nézzük ennek a közkút kérdésének. Igen? Másik dolog a Kópa-BC-val szemben a Rákóczi útnak, kamionok megszoktak, elég gyakran megszoktak állni, ebben mennek a Kópa-BC-val sofőrök, és 10 órai tevédet uzsonnál tesznek maguknak. Nem a Kópa-BC felé eső oldalon, hanem a túloldalon, ugye az úttest és a lakások között, a porták között van egy szűk járda. 3-4 héttel, vagy lehet, hogy egy hónappal ezelőtt is egy nagyon esős napon megálltott egy kamion, gondolom a sofőr bement vásárolni valami ebédet magának a Kópa-BC-be, és annyira rá a járdára, nem csak a járda mellé, rá a járdára, hogy tönkretette a járdát. Föl volt házakra a talaj, ott a járda ugye 40x40-es betonlapokban elkészítve, és tönkrement a járda. Azóta se történt semmiféle javítás ennek a járdának, felkérem a polgármesternek, hogy az üzemeltető keresse már meg ezügyben, hogy mit tudna csinálni az üzemeltető ezzel a problémával. Részben azzal, hogy nem biztos, hogy célszerű, hogy mindkét oldalon megállnak ott a kamionok, másik részben meg, hogy lehetne azt a járdát helyrehozni. Úgy tudom, hogy a Rákóczi út az nem a mi üzemeltetésünkhöz tartozik, ezért kérem a polgármesternek. És ha már polgármester úr beszél az üzemeltetővel, esetleg finoman érdemes volna rákérdezni, hogy nem tudnának-e valamiféle kerékpárutat itt a faluban egy kicsit az úttestből, vagy az úttest mellett elkészíteni, mert hát bizony nagyon sok ember igen kell, hogy kapaszkodjon a kerékpárjába, amikor ezek a hosszú 40 tonnás vagy 20 tonnás kamionok nagysúlyban elsuhannak mellettük. És egy kisgyerek vagy egy idősebb ember előfordul, hogy könnyen megszérül, miközben a kamion elhalad mellette, tragédia is történhet. Célszerű volna, hogyha a kerékpár forgalmatról, hogy el tudnák az úttestről a kamionok közeléből vinni. Köszönöm. Ismerem én is a problémát, hiszen az ott lakók is megkerestek már ezzel, és valóban nekem is azt kell tapasztalni, hogy az általunk épített járdát ezt megrongálták, hogy ki ezt ugye nem tudjuk. Ugye több probléma is van valóban, ez közút, tehát nem a önkormányzati kezelésben van az út, úgyhogy a közutat kell megkeresnem, és meg fogom keresni a KOP vezetőjét, igazgatóját is ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Egyrészt, hogy ilyen károkozás történik, másrészt pedig balesetveszélyes szituáció is kialakul, hogy ezek a nagy gépjárművek ott megállnak, hiszen ezt tudjuk, hogy a közút ez a rész elég forgalmas, és nincs olyan rész, ahova ezek a gépjárművek leállhatnának, tehát legjobb volt eddig az, hogy ezek nem álltak meg, de most sajnos igen, tehát valóban többen megállnak, több nehéz gépjármű is ezzel okoznak gondot, tehát mind a két céget, közútkezelőt, illetve a Unicoop vezetőjét is meg fogom keresni ezzel a kérdéssel, hogy találjunk ki erre valamilyen megoldást, mert ez így nem igazán, tehát mindenképpen a járda használhatatlan, és még egyszer a baleset veszélyes ez a szituáció. Tessék! Még egy harmadik probléma volt az elmúlt testületről is, amikor képviselő úrak arról beszélgettek, hogy vajon az 1 millió új munkahely, ami 2 esztendővel ezelőtt a miniszterelnök úr szájába elhangzott, azt az 1 millió új munkahelyet az önkormányzatoknak kell megvalósítani, vagy pedig a kormánynak kell megvalósítani, akkor polgármester úr nagy vehemenciával próbált engem összemosni a mostani kormánnyal. Én akkor mondtam polgármesternek, hogy én nem vagyok Fidesznek a jelöltje, én úgy tudom, hogy a polgármester úr támogatta akkor Fidesz, akkor polgármester úr belén folytotta a szót. Hát én előszedtem most egy papírkát, ez 2 esztendővel ezelőtt az őszi önkormányzati választáson lett elítve Hermán Némető egy fénymásos papírka. Ezen a papírkán
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszony, akkor már országgyűlési képviselő asszony fordult a hernádnémeti lakosokhoz. A papírkán Csöbör Katalin képviselő asszony aláírása is fényképe szerepel, ugyan itt még mint választókörzeti elnök titulussal van jelölve, de ő már akkor egy fél esztendeje országgyűlési képviselő volt. Ezt a papírkát engedelemmel felolvasnám. Tájékoztatás. Tájékoztatom hernádnémeti polgárait, hogy Karajsz Ottó nem tagja a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségnek, miután ebben az évben tagsága megszűnt. E tény ismeretében teljesen megtévesztő az a mód, ahogy Karajsz úr a Fidesz tavaszi kétharmados győzelmére hivatkozik a szórólapján. Ezúton szeretném hernádnémeti polgárait tájékoztatni, hogy a Fidesz nem támogatja a Karajsz Ottó polgármester jelölését. A Fidesz, Magyar Polgári Szövetség ezzel szemben teljes mértékben dr. Orosz Zsolt mögött áll, aki az eddig munkájával bizonyította, hogy a nemzeti összefogás jelöltje. Hát, polgármester, gratulálok Önnek és a kormányának ez a két évhez. Köszönöm szépen. Szeretném megismételni, amit az előző alkalommal mondtam, és egyébként, amit ön is mondott. Én nem azt mondtam, hogy Fidesz politikus jelenleg, hanem azt mondtam, hogy kormánypárti politikus. E között meg azért úgy gondolom, hogy van különbség is részevől, ennyit szeretnék elmondani, de nem nagyon kívánok tovább jutni foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nagy László képviselőtársam. Vissza a falusi politikához. Vérvétel. Lehet, hogy ötötször teszem fel ezt a kérdést, de már egy olyan két hét környékén jártunk legutóbb, hogy beszélgettünk. Nagyon sokan kérdezik folyamatosan, tehát szeretnék nekik hiteles tájékoztatást adni. Többek között anyósom is, mert ugye elég gyakran kell neki szegénynek vérvételre járni, és de másoknak is nyilván, hogy ez milyen stádiumban van, hol tartunk, engedélyeztetés, egyebek. Jó, talán előjelben annyit szeretnék mondani, hogy ha én valamit javaslok, hogy próbáltam felintézni, azt nem azért szeretném elintézni, mert nekem valami hozzátartozónak, ismerősnek, barátomnak kell, vagy van esetleg valami, nem tudom, érdeke ebben a kérdésben, úgy gondolom, hogy a falu érdekére lehet szolgálni. Tehát ebben a kérdésben, ahogy említettem, az elmúlt üléseken minden feltétel készen áll, kivéve egyet, ez pedig az anyagi oldala. Ennek azt tudjuk, hogy ez nem egy kötelező feladat, egy teljesen önként vállalt feladat, ennek viszont azért még itt eszközöket kell beszerezni, illetve ezt a vélet ugye rendszeresen be is kell szállítani, és egyéb más, tehát vonzata is, mindenképpen anyagi vonzatai vannak, most mindenre nem szeretnék kikérni, de még olyan arra is kell gondolni, hogy itt ugye veszélyes hulladék keletkezik, ezt el kell szállítani, tehát ezeket össze, nem kevés költségről van szó, és jelen pillanatban ennek azért a feltételei nem feltétlenül már vannak, tessék is. Esetleg a beszállítást illetőleg valakivel történt már egyeztetés, vagy hogy ez költség csökkentőleg hatna-e, tehát itt gondolok szomszédos településekre, vagy más is? Itt szomszédban Bőcsön van egyedül, nekik más időpontjuk van, amit most korábban beszéltünk erről, hajlandóságot mutattak, viszont más időpontot adtak, tehát hogyha ez egy része, nyilván csak a költségeknek. Köszönöm szépen. Más kérdés észrevétel az egyebekben. Tessék, Lukács János képviselő. Hogy az előbbi úrhoz kapcsolódóan a KPM ugye elkezdte, nem tudom, hogy végig csinálják a Rákóczi utcán ezt a patkajavítás mellett, hiszen már van, ahol úgy megemelkedett az útpatkája, hogy már abszolút nem folyik le, hanem inkább az úton áll, meg tényleg ezt kimondottan veszélyes, nyáron se kimondottan jó. Hogy ezt végig csinálják az egész településen, vagy csak azokon a részeken, ahol kimondottan magas az útpatka. Azt hiszem, hogy az egész település, mert Hernádkorban is csinálták, tehát ezen a szakaszon én úgy tudom, hogy az állomásig végig fogják csinálni, mind a két oldalon. Tehát akkor korábban Hernádkorban csinálták, és ezt most kell elnyomni, hogy tényleg is igen. Nyilván ahol, de hát szinte idővel mindenhol jelentkezik ez, egy természetes fertőtődés van, meg sokszor még az emberek is elsegítenek erre, mert úgy gondolják, hogy ha maguk előtt jó fertőtik, akkor az a legjobb megoldás, nem biztos. De magukban a közülkezelő, tehát az ő feladata ez, ő felelőssége is napokban most hozzákezdtek. Egyebekben tessék, Farkas Zoltán képviselő. Nekem van egy kérdésem. Az óvodának a hátsó részén van ez a nagy antenna, hogy ez az önkormányzat az hány évig van szerződésben ez a cégnél, hogy ez ott legyen, mert én tartom egy egészségügyi dolgozó antennát, főleg az óvoda mellett közvetlen. Tehát szerintem szerencsésebb benne fent a TSZ-nél a paragolatot, mint itt egy ilyen gödörbe lent.
Tehát, hogy most ez hány évig van itt szerződés, vagy milyen kötelme van az önkormányzatnak ezzel a céggel szemben, hogy áll ez a dolog? Hát tulajdonképpen igen, egyetértünk vele, hogy én ugyan amennyire én tudom, az akkori szakértői vélemények kifejezetten azt mondták, hogy nem ártalmas, sőt ott a torony közelében legkevésbé ártalmas. Én jó magam annyira nem bízok ebben a kérdésben, de mondom, úgy tudom, hogy ezek a szakértő vélemények álltak annak idején rendelkezésre, tehát ez még, ha jól tudom, az 90-94 közötti ciklusban került ez kirakításra, építésre, vagy akkor a 94-98 közötti ciklusban. Nem tartom szerencsésnek egyszerűen, emiatt sem én nem vagyok meggyőződve arról, hogy esetleg ezek a szakértői vélemények majd 20-30 vagy akárhány évből nem derül ki, vagy esetleg nem biztos, hogy az akkori tudásnak lehet, hogy megfelelő volt, de majd a későbbi tudásnak nem biztos, hogy megfelelő. Tehát egy ilyen kockázatot én semmiképpen nem vártam volna. Másik dolog, ami nem feltétlenül tetszik, az maga a fizikai megjelenése, tehát azon a helyen abszolút nem tudom elfogadni, hogy templom, parókia, óvoda, közintézmény mellett egy ilyet kellett elhelyezni. Valóban sok könyvbe tudna a falu szívére helyezni, de ezzel már sok mindent sajnos nem tudunk kezdeni. Tehát akkor olyan szerződés kötetett, ami sajnos kötelezze az önkormányzatot, úgyhogy még egy pár év vége ez a szerződések alapján még ott lesz. Még itt esélyt? Arra felkérdeztem ezt a dolgot, mert a környékből érkezett beszélgettünk, és elég nagy arányban van ott rákos megbetegedés, és egy típusú dologról van szó, Irénke nénivel beszélgettünk. Húzolja. Hát ő sorolt fel egy jó pár nevet, akinek egy típusú betegsége van, és ő azt mondja, hogy ő szerinte lehet, hogy ennek van valami köze ehhez az egészhez, hogy ez az antenna nem biztos, hogy... Hát végülis van annak egy bizonyos sugárzási köre, meg ha végülis mindenki tudja, hogy a mikrohullámosító is hogy működik, tehát azért sejteket rombol, tehát azért nem tudom, hogy ez olyan szerencsés dolog. Azt tudom mondani, hogy nyilván... A lehetőség mindig rám, szerintem azt el kell távolítani, mert... Nem nagy azt tudom ezzel kapcsolatosan, hogy nyilván a hivatalok, az önkormányzatok erre az apparatus a lehetőségek nem igazán van, hogy ezt ilyen szempontból megvizsgálja ezt a kérdést. Tehát, hogyha valaki erre tud segítséget hozni, megvizsgálják szakértők, akármilyen orvos, biológiai vagy fizikai, vagy bármilyen szempontból, annak örül, de erre nekünk sajnos nincs meg a lehetőségünk. Kriták Zoltán képviselőtársunk. Na, arra emlékszek, hogy egy jó pár év ezelőtt erről már beszélgettünk, és talán akkor talán egy szakértői vélemény még arra is próbált hangsúlyt helyezni, hogy a közvetlen környezetében sokkal kisebb a sugárzási veszély, mint abban a körzetben, ahogy gyakorlatilag a távolabbi, ahol a sugárzás megjelenik. Mivel hogy a sugárzás nem vertikális vagy horizontális irányú lehet, de gondolom itt valamilyen szinten a vertikális, az tehát egy kicsit túlmegy azon a közvetlen lakókörnyezetben, vagy az óvodán. Úgyhogy ezt én emlékszem rá, hogy ezt már egyszer beszéltük, és akkor talán valamilyen szakértő vélemény alá is támasztotta, nem a közvetlen környezetét, hanem inkább jobban károsítja a távolabbi lakókat. Én emlékszem, csak ez jutott eszembe most, hogy ezt elmondjam. Igen. Én is ilyen szakértő véleményről tudom, de még egyszer mondom, én nem, nagyon nem örülök neki, és ha lehetőségem, akkor biztos úgy döntenék, hogy ezt tűnne onnan. De annak idején tették kötelezettségvállaló, és azt most egy darabig ilyen szempontból mondani az önkormányzatot. Tessék, képviselőtárs. Az egy polgármester úr emlékeim szerint pár esztendővel ezelőtt felül lehetett volna bírálni ezt a régi, valószínűleg téves döntés, mert ha jól nem hiszem, 2007-ben vagy 2008-ban lejárt az a szerződés, és a cég eljött ide hozzánk, a cég egyik képviselője, és hosszabbítást kért a tisztelt képviselőtestőtől. Emlékeim szerint akkor 7 millió forintért, 7 vagy 10 esztendőre ismét azt a területet mérve adtuk ennek a mobil szolgáltató cégnek. Tehát nagyon örökönös polgármester úgy gondolja, hogy a kis gyerekeket, a diákokat, az oldásokat védeni kell a mikrohullámú sugárzástól, de pár esztendőben ezek lehetőségek volna ezt jobban kifejteni, és lehet, hogy ma már, ha bátrabb lett volna az akkori képviselőtestület, lehet, hogy ma már az óra mellett nem ételek ez a mikrohullámú sugárzóközpont. Köszönöm szépen. Köszönöm, ez nekem titulálja ezt a dolgot, képviselő úr, de még egyszer mondom, én akkor még képviselő sem voltam, sem hanem voltam, amikor ez oda került, hogyha megengedi, elmondom, tehát nem voltam, és valóban ez ugye felvizsgálatra került az előző ciklusban nagy valószínűséggel, viszont még egyszer mondom, olyan kötelezettség terhelt az önkormányzatot, hogy a cég egy oldalon kérhet ennek a szerződésnek a meghosszabbítását, tehát ez azt jelenti, hogy akkor a 90 nem tudom hányban,
második ciklusban csak olyan kötelezettséget vállal, ami hosszú távra kötelezettséget terhelte az önkormányzatot. Tehát olyan sok lehetősége nem volt a képviselőtestületnek egyébként, akármennyire is esetleg az új már nem értett felhintessék. Így van, ezt akartam én is megerősíteni, de ez sajnos így volt, illetve maga a törvény olyan, hogy magát a szolgáltató arra köpjön, erősítem, nem kötelezi, minden szó nélkül ott maradt, hát legfeljebb nekünk nem ad hozzá egy kis muníciót, ugye nem kapunk érte semmit, de az maradhat. Mert ugye tényleg így van, 2-3-4 évvel ezelőtt volt itt ez a 2 óra. Ettől a szolgáltatóktól, akármelyik szolgáltatóktól teljesen mindegy, és ők is azt mondták, hogy hát jó, hát akkor legfeljebb nem, hogy adunk pénzt, viszont ugye ezt meghosszabbíthatjuk minden szó nélkül, mert Anderna Hungária ugye az neki ráüti a pecsét. Ez akkor egy mondattal is véleményezném. Tehát ez valóban úgy van, vegyük komolyan akkor, amit a Farkas képviselőtársam itt fölvetett. Én nem tudok róla, de az nem is nem jelenti azt, hogy az nincs, nyilván. Vagy más képviselőtársam sem. Tehát ha vannak valóban ilyen megbetegedések, én azt javaslom, hogy ezt vegyük nagyon komolyan, és akkor ez irányba legalább információgyűjtés szintjén valahogy legyen róla biztos tudomásunk, és akkor legfeljebb az még mindig megtehető, hogy beszerzünk újabb, akár ismerettségek révén is újabb szakvéleményeket, mérési eredményeket, mert ezt szerintem a testület megteheti. Nyilván megteheti, de ebben segítséget kérek, mert így van, bárki, aki tud. De ez persze, erre gondoltam is, hogy ez közösen, ez egy linka lenne minden képviselő. Csak annyit jutott még eszembe, hogy valószínűleg a szolgáltató, mivel hogy volt ebből már megszólítás a szolgáltatónak, készített ilyen eredményt. Én arra kérem polgármesterőt, hogy beszéljen a szolgáltatóval, és akkor ha van ilyen eredményük, akkor azt, mert az nem kerülne pénzünkbe, ha már van egy ilyen vizsgálat, és akkor ezt, hogy képviselőtársam is mondja, nézzük meg, hogy lehet-e ez esetleg hátul. Tessék, ez gondolom képviselőtúr se gondolja komolyan, hogy az az eredmény, amit az a bizonyos szolgáltató fizetett ki, annak a bizonyos cégnek, aki fölvette itt a környéken a sugárzást, az a szolgáltatóra nézve általános helyzetű. Mondom, ezt ő sem gondoltak volna. Tessék, Lépás János képviselő. Ez sajnálatos módon ez való igaz, ugye látszik az óriás plakátokon, hogyha azt akarom, hogy a kék legyen a 98%, akkor az a piros, az őző, teljesen mindegy. Én viszont azt mondanám, polgármester, hogy a két orvos keresse meg, mert valószínű ők tudják azt, hogy mi az az egyforma betegség, hát én is ott lakom azon a környéken, hát talán én vagyok a legközelebb ehhez a csuda szerkezethez, hogy mi ez a nagyon sok egyforma betegség ott azon a környéken, ha már így ugye a szomszédasszonyunk ezt mondja, mert bizony, én nem hallottam még ilyen nagyon sok egyforma betegségre. Köszönöm. Ez is érdekes, igen. Hát az orvos ezt meg tudja mondani, nem kell ott név szerint is felőrizze, hanem kész van. Ilyen olyan, nem olyan darabszámú, de hát az a baj, hogy sajnálatos módon ugye ez az országon máshol is előfordul az ilyen betegség. Egyedekben van-e még felvetés? Tessék, nem látszunk. És egy érdeklődési szinten ez a pályázati pénzünk megérkezette már, és annyira nagyon várunk éveleje út, amikor kellett ott. Melyik pályázati pénz? Hát én nem tudom, IKST-re gondolok, tehát ahol nem jött még. Még nem. A helyszín ellenőrzése a múlt héten zajlott le, múlt hét szerdán, és végig is jött. Ilyenkor leellenőrzik az utolsó szöget, eszközök, berendezések, bármi, minden úgy van, beruházás így van, ezt végig is alapvetően rendben találták, úgyhogy ennek az eredményét várjuk, ezt megkapjuk, akkor ez alapján vélhetőleg azért belátható időben, hogy kiutalják ezt a pénzt, és akkor tudjuk rendezni ezt a kérdést. Tehát ez most felpillant így, mert tehát erre látásában talán azt lehet elmondani, hogy még attól is lassabban haladnak a dolgok általában, mint ahogy tervezi is, meg rátartással tervez az ember. Igen, sajnos. Egyedekben tessékfordás István Lóteres Bizottság elnöke. Szó esett a falunapról. Az ülés elején polgármester mondta, hogy azért sikerült mégiscsak kikeríteni egy kis pénzt erre. Jelzem, hogy sikerült összeszervezni rengeteg olyan műsort, akik vállalták, hogy önzetlenül is pénz nélkül jönnek el föllépni hozzánk, de ezzel együtt ennek a keretnek a felhasználása, illetve egy részének a felhasználásával egyéb programokkal is tudtuk színesíteni a falunapot. A teljesség igénye nélkül is ilyen felsorolásszerűen azért elmondanám,
hogy lesz süteményverseny, természetesen ez most szombaton van az első információ. Sütőverseny, igen, tehát sós és édes kategóriában, ez annyit tesz, hogy 9-től 12 óráig lehet a kastély ebédlőjébe hozni ebbe a két kategória belső süteményeket, és ezt egy adott szempont szerint bírálni fogja egy bizottság, vagy egy zsűri, illetve segítenek a művészeti iskolából, az alapszolgáltatási központból, illetve az óvodából is, tehát a művészeti iskolások műsorát is láthatjuk, a HAK dráma csoportjának a műsorát is láthatjuk, ezen kívül föllépnek a Csuhajdári óriásbábosok, a vízi vetélkedőre is megkaptuk az úszodát, tehát ez sem marad el. Gyermekműsorként még Muzsikás Péter Hangszerországban című produkciót tekinthetik meg majd a gyerekek. Lesz egy kis segédmotorkerékpáros motorszlalom verseny, nem kell túl komoly dologra gondolni. Ez annyit tesz, hogy az autós iskola vezetője a segítségünkre van. Szeretném hangsúlyozni, hogy kizárólag olyanok jelentkezhetnek a helyszínen erre a versenyre, akik rendelkeznek segédmotorkerékpára érvényes járművezetői engedéllyel. Tehát nem úgy van, hogy hip-hop felugrok a motorra, aztán jól összetöröm magam, hanem szépen rendezetten bizonyos feladatokat kell ezzel a járművel végrehajtani ellenőrzött körülmények között. A Gesztei Csokonai Népdalkör a saját Naplemente Népdalkörünk műsorát is megtekinthetik. A Gesztei Néptánc csoport is átjön bemutatni egy-két koreográfiát. Aszfaltrajzverseny lesz az óvoda segítségével, ügyességi verseny lesz kifejezetten gyerekeknek, illetve zenei programok várják még az embereket. Itt énekelni fog Konrád Magdolna, Balázs Kevin, Németh Felícia, Bertalan Krisztina, Farkas Tamás, Jordán Adrián, tényleg a teljesség igénye nélkül, illetve záró műsorszámként 19 órától egy Fater Rock koncert várható, és nagyon fontos, hogy az egésznapos zenei aláfestést, illetve hangulatot Simpó Jácint és Simon Dóra biztosítja a rendezvényen. Ezen kívül lehetőség nyílik lángos, kirosz, palacsinta, hidegüdítő, csapolsör, fagyi, jégkrém, chips, stb. Szokásos dolgoknak a vásárlására, tehát lesznek különféle árusok is. Azt gondolom, hogy így sikerült összedolgozni egy gazdag, színes programot a falunapra, és még egyszer szeretettel hívunk mindenkit. Vasárnap pedig a katolikus egyház búcsúi szentmiséje, valamint a futballmeccsek várhatóak a program keretén belül. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna ismertetni. Van-e még az egyébekben egyéb kérdés, hozzászólás, felvetés? Hanem zártul is még lesz olyan kérdés. Köszönöm szépen akkor az aktív részvételt, magam is szóval csak egy fél mondatot, nem voltam, nem vagyok és nem is leszek pártpolitikus nagy valószínűséggel, mindig a falu érdekét képviseltem, meg ezután is úgy érzek, hogy meg a község érdekét. Legyen az első, és egyébként nagyon sokat támogattak, meg támogatnak is ilyen a pillanatban is. Köszönöm szépen a képviselőtársaimnak is a figyelmet, a jelenlévőknek és azoknak is, akik tévé előtt küldték végig a közvetítést. Köszönöm szépen a nyílt ülés, ezennel véget ért, az átüléssel folytatjuk a képviselőtestet munkáját.